Hol vagyok? Mi ez a hely? Olyan... Nehezen kapok levegőt. Nem tudok mozogni. Hú, de nem emlékszem semmire. Azt hiszem ezt a gombot kell megnyomni. Aha. Csak hogy én ezt honnan tudom? Úgy látszik, valami űrhajóféleségben vagyok. Eléggé jól tudom vezetni. Pedig nem is emlékszem rá, hogy kell. Csak csinálom. Ó. Oh. Elég nehéz még azért. Ott mi van? Ops. Úgy látszik, kijöttem belőle. Júj, nem szabad, hogy összeütközzen. Há. Jó, oké. Úgy látszik, egy nagyobb űrhajóval jöttem ide, de... De semmire nem emlékszem. Vicces. Úgy látom, ez még bekapcsolva maradt. Úgy néz ki, mint a Star Wars-ba az X-Wing. Úgy érzem, hogy okkal nem tudok emlékezni semmire, és okkal vagyok ilyen elhagyatott helyen. Bár kétség sem fér hozzá, hogy a kilátás jó. Nézzük. Hm. Hát... Ezt is ugyanolyan irányítani, bár egy kicsit lomhább, mint az előző. Kicsit olyan rakoncátlannak tűnik. Csak vajon tudnám, hogy hova menjek? Semmire nem emlékszem. Ez a gomb nem tudom mi volt. Semmit nem látok. Úgy látszik, hogy ez egy fegyveres űrhajó. Tehát lehet, hogy egy katona voltam, vagy valami harci dolog. Ú, de furcsa. Levált az óra. És valamiért behorpad a közepe. Most mi van? Lehet, hogy az űrhajó nem is az enyém. Ott van egy másik. Nem tudok lefékezni. Szerintem ez egy csapdaűrhajó, vagy én nem tudom. Hol vagyok? Várjál. Ki kell szállnom. Hogy kell kiszállni? Na, oké. Nem tudom, mi van ez az űrhajóval, de totál nem lehet irányítani. Ráadásul több helyen van horpadva. Ez az űrhajó talán jó lesz. Ez is a Star Wars-ból ismerős. Valakinek nagyon volt. Itt van még egy kisebb. Bár ez nem űrhajó, hanem ilyen kis valaminek mondanám. Mindegy. Nézzük meg, hogy mi az a nagy űrhajó, mert... Hát ez használható. Valami történt, amire még nem jöttem rá. Ez jóval máshogy irányításilag. Nem, ez is. Amint beindítom, szinte teli van csapdákkal. Szerintem ez direkt az ellenségnek van ide rakva. Hogy véletlen se tudják használni, amire való. Nem tudok lefékezni se. De kanyarodni se inkább. Na jó, ez szerintem... Keresnem kell egy használható űrhajót, mert... Áú! Mert ez így nem lesz jó. Aszteroidák, csapdás űrhajók, nem tudom, mi lehetett ez. Az egy bázis? Az nem, mint egy bázis. Vagy csak rosszul látok? Á, ott van az előző űrhajó. Az most nem kell nekünk. Nem nagyon látom jól. Igen, ez egy bázis. Kék színű. Nincs gravitáció. Gondolom akkor ki van kapcsolva minden. Nézzük meg belülről. Na, ott van egy másik űrhajó, de még itt sincsen gravitáció. Valahol be kéne kapcsolni, hát ha... Úgy látom, semmi lámpa nem még, kivéve ezt az egy kis űrhajót. Ezt szerintem bányászásra használják. Keresek egy panelt, hát ha be tudom kapcsolni. Vezérlőpult. Ajtó, beltéri fény, beltéri fény, beltéri fény, beltéri fény. Ú, de sok beltéri fény van, már csak ezeket be kéne kapcsolni. Tehenkonténer, gépágyú. Kis teherkonténer. Úgy látszik ez ilyen... Á, nagy reaktor. Bekapcsol. Ó, érzem. Igen. Már van gravitáció. Elég furcsa, hogy ez a bázis is teljesen üres. És csak úgy itt hagyták. Van egy teóriám, hogy mi lehet ez. Inkább ide ne jöjjön be senki. Véletlen se. Na kicsit körbe kéne néznem, hogy tudjam, hogy mi folyik itt, mert okkal kerültem ide. Illetve okkal kerültem messzire. De nemrég lehetett ez, ha még be volt kapcsolva ez a bányászűrhajó. Az két nagyobb? Aha. Ha beszorok, ezek meg az Y-wingre hasonlítanak. Vajon ez is olyan csapdás? Itt már nincsen gravitáció. Ide nem hat ki. Viszont meg kéne kockáztatnom, ha legalább egy űrhajót tudnék rendesen irányítani, annélkül azt szétesne magától, akkor annak nagyon örülnék. Ez nincs bekapcsolva, ahogy látom. Be kéne kapcsolni valamelyik gombbal, csak tudnám melyikkel. Futómű... Feloldás. Nem, még mindig nem megy. Szerintem ez lesz az, hallom, hogy berreg. Aha, oké. Ez eddig normálisnak látszik. Egyelőre, de hát a másikkal is azért tudtam haladni egy ideig, de utána szart össze. Forgás rendben van. Jobbra. Oké. Balra. Jó. Úgy látom, hogy ennek van fegyverzete. Megnézem. Működik-e? Aha. Nagyszerű, legalább megvédeni meg tudom magam. Jó, úgy látszik ez az űrhajó, ez működőképes. Körbenézek, hát ha találok még valami újat. Úgy látom, hogy ez nagyon gyorsan és nagyon hirtelen hagyták itt ezt a bázist. Van egy olyan érzésem, hogy egy csomó ember volt itt, aztán hirtelen megtámadták, és elmenekültem valami oknál fogva. És mire visszaértem, már senki nincs itt. Szépen lerakjuk. Oké, futóműk bent. Rendben, ez innen nem fog elmenni. Gravitáció van. Egész szépen leraktam. Na, szóval rá kell jönnöm, hogy mi történt, illetve körbenézzek még itt az alsó szinten. Itt vannak ilyen töltőállomások, amivel a ruhámat tudom tölteni. Gyorsan kikapcsoltak mindent, nehogy elvesszen az energia. Csak tudnám, hogy mi itt az energia. Ott van lent egy kisebb űrhajó. Ennek elő talpa van, szerintem ezt bontatásra használták. Rengeteg konténer van, ami arra enged következtetni, hogy ez valami gyűjtőállomás lehet. Tömegsóder. Fegyverzet. Van nálam pár nyersanyag, úgy látszik én is valami bányász lehettem. Jó, ezt bedobom a feldolgozóba. Valahogy életet kéne lehelni magában az egész bázisban. Bár még jobban körbenézek. Légvédelem, ez szinte nem is működik. Nagyon sok légvédelem van, szóval tudja, hogy vannak ellenségeink. Megnézem, mik vannak itt még. Hát rengeteg konténer. Nézzük meg ezt a bányászós dolgot. Rengeteg bányász fúró van rajta. Kicsit még bóbiskolok, mert nehéz még irányítanom. Oké. Ez be van kapcsolva. Igen, most kikapcsoltam. Most be. A fúrók működnek. Ó, eléggé ráz. Jó van, akkor menjünk valamerre. Oké. Most mi történt? Totál hiányzik a pilótafülke, az előbb még ott volt. Ez is egy csapdás lett volna? Gondolom, akik elfoglaltak minket, vagy akik bejöttek, betörtek hozzánk, gondolom ezekre akartak valamit csinálni. Ebben van egy csapda. Megpróbálunk felszállni. Hát, igen. Várjunk csak. Aha. Szóval ezek tényleg csapdák. Direkt azért vannak, hogy aki beszáll, az gyorsan hatástalanítsa, aki nem tudja, hogy merre vannak. Belső hajtóműveket raktak le direkt, hogy amikor majd elindulok, akkor gyorsan leamortizálja a dolgokat. Nézzük meg, ez mivel megy. Kicsit szigorúbbra veszem. Au! Úgy látszik, elég erős ruhám van, hogyha nem ölt meg. Jobb lesz inkább ezt visszakapcsolni. Off. Jó, oké. Ezekben szerintem majd kellőszer később. Egyedül egy egész ilyen bázist ellátni eléggé nehéz dolog lesz. Meg kell találnom, akik itt voltak. Nem véletlen volt két űrhajó itt. Furcsa. Minél előbb szerintem rendbe kell hoznom a maradék hajókat. Aztán utána nekiállok nyersanyagokat bányászni. Mert szerintem egy idő után el fog fogyni a nyersanyag. És az energia. Az meg nekünk rossz lesz. Jó pár szintes azért. Meg kéne tudni, mennyi energiánk van. Vezérlőpult. A fények nem lényeg. Felszerelés. Hát... alig van pár. Terkonténer, tehenkonténer. Urán. Uránium. Úgy látszik, az ad energiát. Nem sok van, de van nyersanyagban is urán, amit majd fel kell dolgozni. Ezt nem tudom kivenni. Nincsenek kapcsolatban a kontének egymással. Sóder, nikkel, kobalt. Szinte teljesen üresek a gyárak. Semmit se dolgozt fel, de még a beltéri torony sincs. Az is üres. Lesz mit begyűjtenem. Bár ki kellene kapcsolni azokat az ellátásokat, amik nem kellenének. Viszont ez szerintem nagyon árulkodó, hogy csak úgy én itt vagyok, úgyhogy megpróbálom minél jobban elrejteni az űrhajót. Jó. Kikapcsolok minden olyat, ami kívülről látszik, hogy nehogy azt higgyék, hogy van még itt valaki. Úgyhogy szépen ezt elrakom. Kell csinálnom egy hangárt nekik, mert ez így még mindig nagyon látszik. Ó, viszont óvatosan kell, mert szinte ez a két űrhajó az, amivel lehet is valamit tenni. Még mehet le, még mehet le, még mehet le. Óvatosan. Beállok egyenesbe. Szépen le, szépen le, 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 le. Még egy picit. Még egy picit. Jó. Oké, futom ők be. Oké. Na. Minél hamarabb el kell kezdenem az építkezést. Nehogy társaságot kapjunk.